Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az 4000 forint. Ez a videó megjelenik június 7-én, és az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Mruga holdházban van, ami Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion az az égi vadász, vadászik valami vagy valaki után. Orion keres egy irányt. Orionnak van két vadász kutyája, és a két vadász kutya az mutatja az égi csillagot, a sarok csillagot, sarki csillagot. Én ezt polár sternnek ismerem, nem tudom magyarul, hogy hívják, de úgy gondolom, hogy ez a sarki csillag, ez magyarul a neve. És a sarki csillag, vagy ez a polár stern, ez azért jó, mert mindig látható az égen, legalábbis így a Földünk északi részén, és az segít abban, hogy tudjunk egy irányt, hogy lássuk az irányt, hogy legyen egy irány, hogy legyen egy kiút. Nem csak Orionnak segítenek az égi vadásznak a kutyái által, hanem a mai napon számunkra is fontos, mert benne vagyunk egy bizonyos helyzetben, és nem tudjuk hogyan tovább, most kell egy konkrét irány. Ezen a napon, június 7-én a hold egy kapcsolatban van Neptun bolygóval. De ez a kapcsolat nem túl jó. Ez kihat az érzelmeinkre, és csalódásokhoz vezethet. Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, az elképzeléseket. De ha nem hiszünk ebben, akkor ez csalódásokhoz vezethet, mert feladjuk az álmainkat. Lehet, hogy most pont ez a téma. Neptun bolygónál előfordulhat az is, hogy valaki közeledik hozzánk és becsap bennünket, tehát a mai napon óvatosnak kell lennünk. Neptun bolygó az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van, és itt erős, hiszen uralkodik a halak jegye felett, de ezen a területen kiválthat olyan témákat is, ami összefüggésben áll például kábítószerrel vagy alkohol problémákkal. Lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél a környezetedben vannak ezek a témák, ami téged is megvisel, vagy elszomorít, és pont ebben a helyzetben kellene most egy kiút, vagy egy konkrét cél, ami segítene neked is, meg a családnak is. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Én kedvelem ezt a táró kártyát. De, mint már többször említettem, hogy gyakran előfordul, hogy a modern táró kártyáknak az eredeti táró kártyához semmi közük nincs. Tehát ahogy a kártyán oda van írva, hogy mit jelent a kártya, semmi köze a képhez. De ez nem baj, mert nekem tetszenek a képek, én viccesnek látom őket. Ha nem tetszett volna, akkor nem is vettem volna meg ezt a táró csomagot. Tehát én szívesen dolgozom ezekkel a kártyákkal, de én nem arra figyelek oda, hogy mi van odaírva a táró szerint, hanem én a képekre ügyelek, és nekem azt közli a kártya, ami a képen látható. És most megnézzük először az ő gondolatait. Ott van egy kislány, ott pöcsörög, kicsit vigyorog,
olyan vicces, vannak tervei, lehet, hogy viccelődni akar veled, sőt, az látható a második képen is, hogy ott rohangáltok a kertben, és a hölgy téged öntöz ezzel a vízzel, ha te egy férfi vagy. Persze a hölgyeknek másképp kell látni a dolgokat, hogy a hölgynek vannak ilyen vicces tervei. Ez nem bosszúság, ami a képeken látható, hanem olyan viccelődés, játszadozás, és ez mindkettőtöknél megvan most ez az ötlet. Úgyhogy élvezzétek most a találkozást, viccelődjetek egymással. Az is lehet, hogy a hölgy meglocsol téged, de nem baj, majd megszárad a ruha. És az a fontos, hogy megmaradjon ez a jó kedv, ahogy ő most ezen gondolkodik, vagy ez a terve, vagy ezt átélte és foglalkoztatja őt. Ami az érzelmeket illeti, az bal oldalon látható. Hát bizony ez a mérleg nem egyensúlyban van, ott van az a kis hölgy, túlsúlyos, és emiatt a mérleg kibillen ebbe az irányba. A másik oldalon, ott a serpenyőben a tollak vannak, és az nem olyan súlyos, mint a hölgy, tehát látható, hogy itt nincs meg az egyensúly. Ez a férfi úgy figyelgeti a dolgokat, és úgy érzi, a hölgynek mindene megvan, birtokába vette, nála meg semmi sincs. Sőt, ez látható a másik képen ott alul bal oldalon, hogy üres a zsebe, nincs pénze. Itt lehet, hogy vállás volt nála, a hölgy kihasználta őt, ott ül a birtokok felett, a pénz felett, az ingatlan felett, ő meg hát elbúcsúzott így üres kézzel. Ott van a szigeten, ott áldogál, nem tudja hogyan tovább, hiszen ott van a tenger körülötte, és kell számára a biztonság érzet, egy biztos talaj, amit most nem érez a lába alatt. Lehet, hogy szüksége van a segítségedre, és látható is a közeledés, ott jobb oldalon, ott van a kezében az esernyő, hogy ő örül annak, hogy kilépett ebből a kapcsolatból, na végre felszabadul, úgyhogy vidámnak tűnik, annak ellenére, hogy kihasználják őt anyagilag. A kezében csupán egy koffer van, egy bőrönd van, úgyhogy nem sok mindent tudott elhozni onnan, de ez nem szomorítja őt el, hiszen látható, hogy mennyire boldog, hogy végre lezárultak ezek a témák. És ott jobb oldalon látható közeledés, ami megmaradt, azok az érzelmek, és érzelmekkel közeledik hozzád, mint hogyha azt mondaná neked, én most lezártam mindent, szabad vagyok, ennek örülök, végre játszadozhatunk, nevethetünk, de nem tudok sokat nyújtani számodra, hiszen a bőröndön kívül nem sok minden maradt, de amit átnyújtok, az a szeretet, a szerelem, és így akarok közeledni hozzád. Ami összefűz benneteket, az középen látható ezen a virágos kártyán, és ez jelent egy stabil helyzetet, egy stabil párkapcsolatot, nem az anyagiakat illetően, hanem ami az érzelmeket illeti, a szeretetet, a szerelmet, és tényleg így közeledik hozzád, ebben megbízhatsz. És én biztos vagyok abban, ha megvan az összetartás, megvan a szeretet, akkor így közösen ki lehet építeni valamit. Milyen befolyások érnek benneteket, az bal oldalon alul látható, itt az ő múltjáról van szó, bizonyos dolgokat elintézett vagy lezárt, és itt sikerei vannak, és így közeledik hozzád, mint hogyha azt mondanán a végre, felszabadultnak érzem magam, volt ugyan veszteség, de kiléptem ebből a kapcsolatból, kiléptem ebből a helyzetből, és örülök annak, hogy itt most lesz
közeledés. És a napi energia, ami téged illet, az jobb oldalon. Alul látható a 10-es szám, az jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. A kelyhek utalnak az érzelmekre, tehát itt elsősorban párkapcsolatról van szó, vagy a családról. Ami érdekes a képen, erre felhívnám a figyelmeteket, hogy van egy gyermek, van egy idősebb férfi, és egy szerelmes pár, és ennek van egy szimbolikus jelentése. A gyermek jelenti a jövőt, az idősebb férfi a múltat, és a szerelmes pár, akik nagyobbak, így a képen látható, hogy az fontos most, az jelenti a jelent. A jelent kellene élnünk, és ezeket a pillanatokat kellene élvezni. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó. Örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, ezért hálás vagyok, köszönöm szépen, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba. Annak is örülök, ha meglátogatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!